Nagy szeretettel köszöntöm a Homokhát Televízió nézőit a mai alkalommal a Monitor Presszó című magazinunkban. Egy olyan hölgy lesz a vendégem, aki már nem először jár nálunk, hiszen Sára Endréné a Berezd Péter Természetvédelmi Egyesületnek a vezetője, mert több alkalommal volt nálunk, és többször volt szó arról a témáról is, amit azért most is feszegetni fogunk, méghozzá a biodiverzitás. Hát ez egy csúnya szó, mondjuk én, hiszen nem minden nap használjuk mi, önök annál inkább, hiszen most már sokadik program, sokadik nemzetközi program az, ami becsatlakoztak a biodiverzitás megőrzése kapcsán. És akkor kezdjük a legelején. Mi az, hogy biodiverzitás? Hát igen, ez a legfontosabb, hogy ez a szó elég bonyolultnak látszik, így tudományosnak, és ezért talán riasztja is a szélesebb közönséget, akár lakosok, akár iskolások, akár tanárok, tehát akik nem annyira foglalkoznak vele, azoknak ez riasztó. Röviden magyarul sokkal szebb a biológiai sokféleség. Az a fontos dolog, ami tulajdonképpen a földi életet fönntartja, ami biztosítja arra azt, hogy az emberek élnek, táplálkoznak, és együtt egy élővilág nagy, erős rendszert alkotnak. És akkor ugye azt ígértem a nézőknek, hogy nemzetközi programokról is lesz szó, illetve hát arról, amiről az a Röszkei Egyesület, ami most már sok-sok év óta működik, és sok-sok év óta próbálja megőrizni Röszkének a különleges értékeit, arról, hogy hogyan lehet ezt megőrizni. És akkor kezdjük először kicsibe, kezdjük először Röszkén és Röszke környékén. Azok, akik csak úgy hétköznap elbicikliznek A-ból B-be, akár a településen, akár a település mellett, mondjuk kiskertekbe, tanyákra. Ők tudják azt, hogy mennyi minden van, amit meg kell őrizni? Azt hiszem, hogy kétféleképpen mondhatnám, vannak, akik tudják, vannak, akik nem. Azt tapasztaltuk, hogy az idősebbek többet tudnak, a fiatalabbak könnyebben elsiklanak az ilyen értékek mellett. Maga az a program, amivel mi foglalkozunk, az is azt tűzte ki célul, hogy hogy tulajdonképpen a nemzeti parkokban, a magyarországi hivatalosan nagyon szigorúan védett területeken folyik ilyen fajmegőrzési program. És akinek azt mondjuk, hogy természetvédelem, akkor ő arra gondol, hogy igen, ezeket a nagy, szigorúan védett területeket, a bioszféra rezervátumokat, ezeket védeni kell. De nem terjed ki a figyelem, nem terjed ki a tudás arra, hogy vannak minden település környékén értékek, amelyek talán már is helyi védettséget is élveznek, vagy ha nem, akkor jó lenne, ha azt élveznének, hogy ezeknek a megóvása, fenntartása tulajdonképpen gazdasági érdek. Mert hogy ez fogja biztosítani azt, hogy lehet termelni, táplálkozni. Tulajdonképpen már a természetvédelem fogalom magyarországi elterjedése ilyen régi, már hagyományai vannak, erre most ne beszéljünk, de a tény az, hogy a természet értékeit csak a maximum 10% védett terület megóvásával meg lehetne védeni, ezt már tudjuk, hogy nem igaz. Tehát nem lehet úgy egy kis területet biztonsággal megőrizni, hogy körülötte bármi mindent csinálunk. Tehát mindenképpen az a fontos, hogy a lakosságot, az embereket bevonjuk abba, hogy mindenütt vannak értékek. Tulajdonképpen a sokféleség mindenütt jelen van, csak észre kell vennünk, és hogy a mai, azért izgalmas, mert a mai embernek a mai tevékenysége pontosan ezt a sokféleséget rombolja. És mi nekünk, ez a programunk, amiben most dolgoztunk egy évig intenzíven, ez pontosan azt célozta, hogy bemutassuk a biológiai sokféleséget, annak fontosságát, azt céloztuk meg, hogy a társadalomban ezt széles rétegben elterjesztjük. Persze
teljezgetjük ezt már régóta, és még mindig mindenki nem tudja. Tehát ez egy folyamatos munka, amit nagy türelemmel is folyamatosan kell végezni. És még ebben a programban volt egy kis plusz is, mégpedig az, hogy hogyan lehet ezeket a témákat megfinanszírozni, és hogyan lehet ebbe önkénteseket bevonni. Ennek a programnak a fő gazdája a Magyar Természetvédők Szövetsége, amelynek, ez egy nagy esernyő szervezet, melynek mi is tagjai vagyunk, és a Magyar Természetvédők Szövetsége tagja egy nemzetközi szervezetnek, amelynek a neve a Föld Barátai. Ennek magyar minden országban vannak tagjai, így kapcsolatba kerültünk a svájci Pronatura Egyesülettel, akik szintén tagjai a nemzetközi szervezetnek, a Föld Barátainak. Így közösen ezt a témát együtt felkaroltuk, és kezdtük kidolgozni, és uniós pályázatra dolgoztunk, ami még szerencse volt, hogy ennek az uniós pályázatnak az ön részét, amit be kell fizetni, ezt a svájci szervezet állta. Tehát Magyarországon a Természetvédők Szövetségének 6 tagszervezete, köztük mink is, részesei lehettünk, részt vehettünk ebben a programban. Innen a régióból még a Csongrád megyei természetvédelem, a Csemete Természetvédelmi Egyesület is részt vett. Mi itt, mivel nagyon közel is vagyunk földrajzilag egymáshoz, a programok nagy részét együtt csináltuk, együtt gondoltuk végig, együtt viteleztük ki. Mi történt? Először is ugye elbeszéltük, hogy elgondoltuk, hogy mi legyen a programunk. Az egyik mottónk, hogy apróságokon múlik. Tehát, hogy mindenki a saját helyén, a saját lakhelyén kezdje bemutatni, feleveníteni, és a lakosság számára nyilvánossá tenni, hogy mi az, hogy sokféleség, és hogy miért fontos az. Ez volt az első rész. Ebben az ügyben, hogy ezt hogyan csinálják a svájciak, voltak közös programjaink, voltak, hogy itt voltak a svájci képviselők, tartották felkészítőt, hogy megbeszéltük, hogy ugyanerről a dologról, tehát a biológiai sokféleség megóvásáról, mi hogyan vélekedünk, mi mit gondolunk erről, mi hogyan gondoljuk ennek a megvalósítását, és elmondták, hogy ők hogyan gondolják. Valamint a második nagy ciklus volt, hogy a magyar szervezetektől is mentek képviselők Svájcba, és ott is megnézték a Pronatura szervezet működését, felépítését és kutatási munkáját. A mi egyesületünkből dr. Ladányi Zsuzsanna vett részt ebben a svájci tanulmányban, és tapasztalták, hogy kicsit előbbre járnak a svájciak. És akkor még mielőtt mi előrébb járnánk. Nagyon kíváncsi vagyok erre, arra, hogy egyáltalán a svájci és a magyar szervezetek működése között mi a különbség, de mielőtt erről beszélünk, én arra lennék kíváncsi, hogy itthon Magyarországról ugye azt hiszem, hogy 6 szervezetet említett. Csongrád megyei, másik Csongrád megyei szervezetet már megemlítette a Csemete Egyesületet, ha jól mondom. Igen. És kik voltak, vagy mely területről voltak még civil szervezetek, vagy egyesületek, vagy intézmények, akik még ebben részt vettek? Mivel a Magyar Természetvédők Szövetségének egy nagy országos hálózata van, ezért voltak a Balatonfelvidéki Nemzeti Park környékéről, voltak a Szatmár-Beregből, Debrecen környékéről, voltak Észak-Magyarországról, voltak Szombathely környékéről, tehát úgy intézte a Természetvédők Szövetsége, hogy ebbe a programba 6 szervezet fért bele, hogy az ország hogy egy kicsit lefedje, hogy mindenhonnan jussanak el emberek, és minden szervezetből mentek is ki a svájci programokat megtekinteni. És akkor még mielőtt a határon túlra lennénk, önök hogyan tudtak együttműködni, magyar szervezetek, mit tapasztaltak, itthon hogyan működött ez a program, volt-e lehetőségük mondjuk egymás munkáját megtekinteni, ha volt, akkor
Itthon Magyarországon milyen jellegű különbségeket tapasztaltak? Nyilván adott, hogy adott esetben egy Balaton felvidéki tájon más jellegű növényeket, flórát kell megvédeni, mint itt Röszke mellett, de emellett a működésben, a hozzáállásban, a tenni akarásban volt-e különbség? Akkor kezdjük azzal, amiben kis különbség volt. A tenni akarásban tulajdonképpen nem volt különbség. Mi, mondjuk Beresz Péter Természetvédelmi Klub vagy a Csemete, az összes többi szervezetet is napra készen jól ismerjük, mert ugye ebben az esernyő szervezetben rendszeresen működünk együtt mindenféle programokban. Ha nem is valaki nincs benne konkrétan, mondjuk egy bizonyos programban, mint például ebben hatan kerültünk be, de más szervezetek, akik nem kerültek be, de érdeklődtek, a hazai képzéseken, programokon bármikor részt vehettek. Tehát nekünk az akaratunkon nem múlik ez, az egyes szervezetek akaratán. Mert hisz felkészültünk rá, hogy csak úgy lehet majd a természetvédelemnek érdekét érvényesíteni, hogyha mindenki a saját helyén ezt jól tudja kommunikálni, bemutatni, dolgozik, megpróbál a lakosok társadalom közvetlen közelébe, sejtjeihez eljutni. Ebben nem látok. Az, hogy kinek mi a profilja, ki mivel foglalkozik, abban természetesen van különbség, de az adódik a szakmai felkészültségből, az érdeklődésből, vagy egyéb hagyományokból. Itt mi mondjuk Csemetével együtt több nagyon foglalkozunk a környezeti neveléssel. Mi abba az irányba kicsit erősebbek vagyunk. Más szervezetek a kutató munkában erősebbek. Csak például benne volt ebbe a turisztikai egyesület, az Országos Turisztikai Egyesület is. Azok például a turisztikai programok kapcsán fellelhető, megvalósítható lehetőségeket bontották ki. És ezt egymásnak mindjárt az elején bemutattuk, hogy ki miben fog tevékenykedni. És ezért volt jó, ezért volt hasznosak ezek a felkészítések is. Mert egymástól nagyon sokat tanultunk. Vagy az együttműködésnek feltétele volt, hogy ki mit gondol magáról a biológiai sokféleségről, vagy annak az miért fontos. Vagy, ami az igazán érdekes volt, hogy megfogalmaztuk közösen, a svájciakkal együtt, hogy mi legyen a fő mondani valója ennek a programnak. Tehát, hogy mi legyen a célunk, hogy mit akarunk ezzel elérni. Kikhez akarunk közel kerülni, és a hogyanon kezdtünk aztán tovább gondolkozni. Ami hasznos volt, érdekes volt, és mindenkinek hozott a saját eddigi ismereteihez képest bővülést. Amit még ugye megtanultunk most, vagy erősítettük magunkban, hogy hogyan lehet ezzel a társadalom szélesebb rétegeihez eljutni, amivel a saját ismertségünk növekszik. Például ennek a programnak része volt, hogy a sajtóban sokat kell szerepelni. Már is köszönjük, hogy a Homokhát TV a rendezvényeinkről hírt adott, és a képeinket, az eseményeiket bemutatta, mint ahogy most is. Tehát nekünk az a fontos, az is fontos feladat, hogy úgy tudunk eljutni széles körben, hogyha a médiát, egyéb sajtótermékeket mind megnyerjük magunknak, hogy segítsenek nekünk. És persze azzal, ha mi most itt erősítjük a saját pozíciónkat a térségben például, akkor ezzel a természetvédelem érdekérvényesítése is erősödik. És hogy ez lenne a fontos. Na, és akkor arra lennék kíváncsi, még mindig Svájc előtt vagyunk, hogy ugye megfogalmazták azt a bizonyos célt, és azt, hogy mit szeretnének elérni ezzel a programmal. Ez hogyan szólt? Ugye az volt, hogy mindenütt, mindenki a helyi értékeink keresztül kerüljön közel a közvetlen lakosságához, az ő környezetéhez, és a helyi értékek megóvására hozzunk példákat, azokat mutassuk be, és ebbe a munkába vonjunk be önkénteseket. És ezt
nagyon fontosnak tartjuk Magyarországon is. Mert itt sokan esetleg elismernek, sokan támogatnak, de hogy önkéntesek nap mint nap ebben a dologban tevékenykedjenek, ez Magyarországon még nem jelentős. És amíg nem lesz sok önkéntes támogatója ilyen és hasonló gondolatoknak vagy programoknak, addig nem nagyon tud előre lépni ebben akár a Magyar Természetvédelmi Hatóság sem. De hát ugye Magyarországra nem nagyon jellemző, hogy divat lenne az önkéntesség, hiszen ennek nincsen hagyománya. Úgy, ahogy adott esetben Nyugat-Európában, vagy éppen Svájcban megvan ennek a hagyománya, hiszen mindenki a saját problémájával van elfoglalva, mindenkinek iszonyatosan be van osztva az ideje, mindenkinek gyereket kell nevelni, meg a gyerekre kell költeni, meg el kell menni dolgozni, és ha hazaér, akkor enni kell adni annak a gyereknek, ha már a otthon várja. Sikerült valami áttörést elérni e tekintetben Röszkén, illetve Szeged környékén? Hogy mi lesz ennek a munkának majd az eredménye, ez hosszú távon, ezt most nem tudom megmondani. De hogy sokan oda jöttek hozzánk és érdeklődtek, és sikerült 50 embert bevonni, akivel önkéntes szerződést kötöttünk, ezt jelentősnek tartjuk. Akik azt vállalták, hogy amikor nekünk erre szükségünk van, vagy akarunk neki adni feladatot, vagy valamilyen kapcsolatot akarunk vele létesíteni, valamilyen témakörben, vagy csak akár a barátkozásban is, akkor őket megkereshetjük. Mert erre van egy hivatalos szerződésforma, és akiket így felkerestünk és megszólítottunk, persze egy részét ismertük is, persze. De azért senki nem zárkozott el, és mindenki, akár fiatal, 18 évkor alatti vagy feletti, csatlakozott. Most majd meglátjuk, hogy amikor akarunk valamit továbbiakban, széles körben terjeszteni, megvalósítani, tevékenykedni, hogy akkor hogyan fognak ezek jönni. Azt gondolom, hogy mindazok a nehézségek, amiket az előbb felsorolt, azok természetesen vannak. Mi is tudjuk. Látjuk is. Több mindenből. Csak ha más nem mondjak, a tagsági díjakból, de nem a negatívumok felé mentünk el a gondolatunkban, hanem próbáltunk jókedvűen, érdeklődést felkeltve, akár kiadványokat bemutatva vagy adományozva az embereket megszólítani, és a másik, hogy a fiatalokat például játékos formába bevonni ebbe a programba, vagy hasonló programokban. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy nem tudok, ne legyen az, hogy nem tudok eljönni, akkor jelentkezzen, amikor el tud jönni. És akkor így több élményt tud magának szerezni. Voltak ilyen programjaink a nyáron, amikor összejött a félfalu, és nagyon sokat dolgoztunk kint. Például ugye mindig vannak negatívumok, ugye a tanúsvényeink felépített egy részét, garázta emberek, tavaly tönkre zúzták, tavaly előtt kezdődött ez, kicsit összetördelték, leverték az adukat, meg ilyesmi. Mikor a sikerült annyi támogatást szereznünk, hogy újraépítsük, akkor meghirdettük, ez a programnak része volt, hogy kint vagyunk a sokféleség megtekintésében és megismerésében, de mondtuk, hogy közben helyreállítási munka lesz. Felnőttek, fiatalok, ifjúsági önkormányzat részként nagy csapatokban kint voltunk, és gyönyörűen sikerült helyreállítani, és mindenki nagy örömmel végezte a munkát. Én azt gondolom, hogy ezek majd hoznak eredményeket, és ezek már legalább tudják, hogy mit kell csinálni. Persze, én magam is építek arra, hogy Röszkén már 30 éve is, vel ezelőtt is tartottunk ilyen szakköröket, foglalkozásokat. Tehát vannak hagyományai ennek, de odáig kellene eljutnunk, hogy a mindennapi élet nehézségei mellett ez a gondolat kicsit előbbre kerüljön mindenkiben.
bízunk benne, hogy lassan csak előbbre kerül. Ha mindenki tudomásul vesz, hogy enélkül nincs fennmaradás, nincs megmaradás, nincs gazdasági érdek érvényesítés enélkül, akkor talán ja, tényleg arra is kellene figyelni. Én bizakodó vagyok, hogy ez fog bekövetkezni.